kívánok, szervusztok! Nagy-nagy tisztelettel és örömmel üdvözlöm az összes kedves megjelent vendéget, aki megtisztelt bennünket, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy a 10 éves jubileumi ünnepségünket együtt töltjük. Külön szeretettel köszöntöm városunk polgármesterét, Dobos László urat, hogy a rengeteg elfoglaltsága mellett tudok időszakítani arra, hogy velünk ünnepeljen. És még meg is ajándékozott bennünket, amit nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntöm Pánti Ildikó képviselő asszonyt. Bármikor megtisztünk rendezvényeinkre, mindig jött. Szeretettel köszöntöm a Dérini Művelődési Ház igazgatóját, aki nagyon-nagyon sok mindenbe támogat bennünket, nagyon-nagyon sok mindenbe segít, Kerekes Katalinnal együtt, aki az Életet az Éveknek Klub vezetője, most a szervezésben, a lebonyolításban, és egyáltalán bármi kérésünk van, mindenben mellettünk állnak, nagyon szépen köszönjük! Köszönöm szépen Varga Nándor igazgató úrnak a felajánlását, az ajándékát, ő is segített bennünket. Az ipari park vezetői, aki nem csak segített bennünket, de megtisztel a jelenlétével is. Szerettük volna, ha itt van az Akácsfiget fürdő vezetősége, nincs itt. Nagyon-nagyon köszönjük nekik, nagyon-nagyon értékes tombolatárgyat ajánltak fel, és szerettük volna, ha itt van közöttünk mindenki, de ezek szerint nem. Laci Dénesné. Ő sincs itt a kerekcipó vezetője? Ő sincs itt. Hát őt is így távol létében köszöntöm, és nagyon-nagyon köszönjük a felajánlását. A lehetőségeink korlátozottak, nagyon-nagyon sok klubbal tartjuk a kapcsolatot, de 3-4-5 klubnál többet nem tudtunk meghívni, és nagyon-nagyon sok helyre megyünk mi is, és olyan klubok vannak most itt, akikkel nagyon-nagyon régi, jó, szeretetteljes kapcsolatunk van, és itt vannak, hála Istennek, hogy mint Földesről, nagy szeretettel köszönjük a Mostartalom Egyesületet, egyeset vezetőjét, Korvéné Ruzikát, azt hiszem, hogy mindegyik őtök ismeri. Szeretettel köszöntöm a Kopadarasi Őszi Rózsa Népdalkör tagjait, Márki Simrét vezetésével. Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub tagjait, vezetője Tóth József. Hát a Nótakörnek mondhatom azt, hogy szinte iker testvére a Berekfürdői Nádrigó Népdalkör. Örömmel hívtuk én őket, és nagyon jó, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen! Úgy gondolom, hogy nem marad ki senki az üdvözlésből, közben megérkezett a kerekcipó vezetője, ugye? És köszöntsük őt is szeretettel, és köszönjük szépen a felajánlását. 10 évvel ezelőtt hivatásomnál fogva járom az országon. Nagyon-nagyon sok helyen volt nótakör, népdalkör. És egyszer csak a fejembe ökrök, hogy Karcagon miért ne lehetne? Annyi klub, annyi szakkör, annyi ilyen-olyan csoport van, hát legyen egy nótakör is. Az ötletemmel megkerestem a Dérini Művelődési Ház vezetőit, akik örömmel fogadták. Nem kellett több, csak csináltunk egy kis hirdetést, az sem volt nagyon-nagyon nagy. 22 fő jelentkezett néhány napon belül, megkezdtük a munkát. Nagyon-nagyon örültünk neki, mert azzal az indítatással volt, hogy mint nagyanyáink annak idején kukoricamorzsolás,
Distortor, mi volt még, gyapjú, bontogatás. Nagyokat beszélgettek, nagyokat énekelgettek, hát tegyük ezt meg mi is. Hát így történt, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt, jöttek Magyar János, Jani bácsi, nagyon aranyos ember volt. Ő egy kicsiki, hogy is mondjam, próbára tett bennünket, mert mondtam, hogy mindenki hozza a nótáját, és majd szépen énekelgetjük. Igen, ám, de János bácsi olyan bénséges, mint öreg katonanótákat hozott, hogy szinte senki nem tudta. De aztán csak megbarátkoztunk azokkal a nótákkal, meg mi is, akkor ugyanakat, tehát nagyon-nagyon jó volt. Közben ugye telik az idő, többen elköltöznek, betegségük folytán, nem tudnak jönni a foglalkozásra, sajnálatos módon többen meghaltak, úgyhogy a 22 fő 14 főre apadt. De ez az egésznek a magva. Nagyon szorgalmas, odaadó társaság, a hét minden kedjén találkozunk, szinte lehetetlen, hogy valaki hív, annak már nagyon-nagyon nagy bajának kell lenni, aki hiányzik. Tehát tanulunk, szorgalmasan haladunk előre-előre. És egyszer csak úgy gondoltuk, hogy most hiába gondoljuk azt, hogy jaj, de szépen, jaj, de jól csináljuk ezt az egészet, hát miért tessük már meg magunkat, és országosan ismert, nagyon-nagyon magas szakmai tudással rendelkező emberekkel méretessük meg magunkat, nézzük, hogy mit mondanak, mit tudunk. A kompa igazgatója, Birinyi József, dr. Alföldi Borús István, a rádió népzenei osztály vezetője, aki a zsűrizés atyaistenei. Mondhatom én is nyugodtan. Az első szereplésünket bronzzal, utána ezüsttel, a végén arannyal minősítettem. Ez mindegyikünknek akkora lendületet, akkora önbizalmat adott és olyan örömet, hogy nem hiába dolgozunk. De jó, hogy idáig eljutottunk, és ez sarkal bennünket arra, hogy még többet, még jobban, még szebbet tegyünk. Városunkban, ha hívnak bennünket, mindenhol fellépünk, ez a legtermészetesebb. A karcagi Akácfiget fürdőben a nádrigóval körültve csináljuk a nyugdíjas fesztivál, ahol 1000 ember szórakozik önfeledten, és 1000 ember viszi a jó hírnevünket. Karácsonykor, anyák napján, vagy csak úgy egyszerűen kimegyünk a szociális otthonba, hát azt az örömet, amit ott látunk, ahogyan fogadnak bennünket azok a kis öregek, szíve, lelke, belengető boldogság. Most legutóbb, mikor kim voltunk, még táncházat is tartottunk. Betegek, szegények, nagyon-nagyon sok, hol itt göcékel, hol ez fáj, hol az fáj, de minden ápoló, és mi saját magunk is, felkaroltunk egy-egy vendéget, és bizony vittünk egy zenészt is magunkkal, és bizony táncoltunk nagyon-nagyon jól. Nagyon jól érezték magukat, és alig várják, hogy karácsony legyen, és újból menjünk. És mi is találjátok, hogy akármikor, nagyon-nagyon jó szívvel megyünk, és adunk nekik egy kis műsor, ami szebbé, tartalmasabbá, boldogabbá teszi az ott eltöltött idejüket. Továbbra is dolgozunk szorgalmasan, remélhetőleg azt nem mondom, hogy a következő 10 éves jubileumot is itt így meg fogjuk ünnepelni. Nem lehet tudni, hogy mi várható, azt nem merem kijelenteni, de ha egészségünk engedi, biztos vagyok benne, hogy még nagyon-nagyon sokáig fogjuk ezt a nótakört működtetni, és fogunk menni, nagyon-nagyon sok helyre hívnak bennünket, de sajnos az anyagi lehetőségeink határt szabnak. Maga az úti költség nagyon drága, az ottani vendéglátás, tombolát veszünk, nem bírjuk,
Nem bírjuk, de ez nem csak mi gondunk, hanem mindenkinek, mert ez így képtelenség. Ha csak nincs valami kis segítségünk. Tehát pillanatnyilag ezzel tudok számot vetni, hogy boldogság, karcagnak nem csak neves énekesei vannak, hanem országosan jegyzett, aranyminősítésű nóta és népdalköre, és ez is nagy boldogság. Készültünk neves vendégeinknek, úgy gondolom, hogy mondhatom, hogy finom. Mivel este vétel, mert nem ebéd, nem vacsora. Húzsor, legyen húzsor. De uzsonnak van ilyen tartalmas enni való szakítani. Birka bőrkölt, nevezés. Csak mindenkinek nevezünk. Legyen finom és lakjunk jól. Tehát kívánom, hogy mindenki érezze magát nagyon-nagyon jól. Az evéthez, uzsonnához mindenkinek nagyon-nagyon jó évvágyat kívánok. És utána műsor, közös éneklés, vagy tánci, az örök tudja, mihez lesz még a zenivaló után kezdekedünk. Most köszönöm szépen figyelmünket, három csoport fog fellépni, sajnos a földesiek beteg lettek, nem vállalták, pedig nagyon szépen énekelnek, nagyon szép programjuk van, nem vállalták sajnos a fellépést, úgyhogy most akkor a kedves közönséget az ünnepe, nótakör fogja kezelni, kérem szépen a tagokat, gyertek! Tisztelt elnök asszony, képviselő asszony, képviselő, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit és ebben a jubileumi rendezvényen, és örülök, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhetek önökkel. Én már akkor sejtettem, amikor Ica néni elindította ezt az egyesületet, és volt a körzött, hogy ez sikerre lesz ítélve, mert végül ismerem Ica nénit, és tudom, hogy amiben belefog ő, az az igazi kurú kitartással és akarattal végül is viszi. Legyen ez bármi a véleményem. Nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon céltudatos, és már meg is lett az eredménye ennek. Hölgyeim és uraim, mindannyiunk nevében csak gratulálni tudok az a szép eredményekhez, amit elért a nótakör, és nyilvánvalóan az egyesület elnökének, a nótakör vezetőjének ebben óriási szerepe van, hiszen ő a lelke motorja ennek a nótakörnek, ő irányítja a csapatot, de neki is szüksége van a többiekre, hiszen a többiek hasonlóképpen kemény kitartással és akarattal dolgoznak azon, hogy az életünket vidámabbá tegyék, a rendezvényeinket színesítsék, és ezt hálás szívvel köszönöm a város vezetése nevében. És én azért nagyon-nagyon szeretném, hogyha 10 év múlva is itt lennénk, és itt lehetnénk, és legyen ez így. Nyilvánvalóan semmi sem akadályozhat meg bennünket a betegséget, kivéve abban, hogy ez így is történjen. Egy kis utánpótlást, hogyha lehet beletenni ebbe a csapatba, akkor ez így is lesz. Szívesen látjuk polgármester urat is. Valami kómista volt, úgyhogy nem is este nehezebb. Én már régi katonanótákat, nem tudom, csak fiatalabb katonanótákat, meg gondolom a jelenlévő hölgyek és urak is ismerik. Ha idő megnyeri, ígérem, hogy be is szállok ebbe a csapatba, mert hát egy sikeres csapat tagjának lenni, meg megtiszteltetés. Tehát még egyszer gratulálok a eredményhez, és nagyon jó egészséget kívánva azt szeretném, és azt kívánom, hogy ez a nótakör még hosszú-hosszú időn keresztül ékesítse városunkat, hiszen minden elért eredményre büszkék vagyunk, mert az eredmények mögött nagyon sok munka, fáradtság van, és ezt tudomásul kell venni. Úgyhogy sok sikert, jó egészséget kívánok mindenkinek, és akkor hagyjuk a kórus, gratulálok, Ica. Köszönöm szépen!
köszönjük a szép szavakat, köszönjük szépen a megelőlegezett 10 évet, ugye? Remélhetőleg még meg tudjuk ünnepelni, pláne ha lesz fiatalabb utánpótlás. Köszönjük szépen, és akkor egy kis műsorral kedveskedünk. És miért súgtad? Sok szeretettel köszöntünk titeket az életet, az életnek nyugdíjas klubjában. Fogadjátok szeretettel. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Thank you.
kedves és nagyon-nagyon idős, bár adja a Jóisten, hogy mindegyikünk megérje, és ilyen szellemi frissességgel, mint amivel Erzsike néni bír. El szabad mondani, hány éves vagy? Jó, hogy legyek csendben. Ja, hogy mikrofont, azt hiszem, hogy legyek csendben, ne kiabálja be. Mindig szabad, és azt hiszem, hogy egyetlen egyszer hallottuk a nyáron, hogy eltévesztette. Semmi, utána folytatta. Hány éves vagy, Erzsike néni? Hány éves vagy? 90-et töltöttem májusban. Szabó András, vers a magyar nótának. Nótás szívünk szeretettel mindig mélyen érez, nótaszóval, de abban mondjuk, ha mit át az élet. Amikor a lelkünk nehéz, tartó lesz majd könnyen, örömébe bánatába feleli a könnyen. Nótás szívünk sose lenző, sokból baj már átélt, megtanítasz bennünket is, minden, mind, többet tenni másé. A magyar nóta könnyen fakaszt, amikor felcsendül, apám, anyám, így nótája, lelkünkor jelzenül. Fájó szívünk sírva vígad, a magyar, fájó szívünk sírva vígad, a nótáért dugban, a magyarnál nem szereti, sehol, senki, jobban. Köszönöm szépen! Itt van egy fészekalja csoport újból. 10 éve énekelünk együtt. És hát ön, amióta én vezetem. Volt a cedvédűs, mit csinálta először? Én 20 sokáig, igen? Akkor már hallgassunk, akkor fogalmam sincs, hogy mióta. De dolgozunk együtt, szorgalmasan, csak itt elsősorban népdalokat, és mint ahogy mondtam, szinte Iker testvére a Nótakörnek, miután mind a kettőnek én vagyok a vezetője. Yeah.
Ha megmondtál a vám szabad, hogy
szeret énekelni, és igazán szép fejlődésen ment keresztül. Most már igazán elfogadható, ahogyan énekel. Nagyon-nagyon sokat kellett rajta javítani, nagyon-nagyon sokat kellett inteni, de szófogadó volt, és most már szépen mondja. Ezt mondja, már. Azért mondom, hogy szófogadták, esetleg. Fejem fölött gyorsan repülnek az élet, merenge a múltom, vissza-vissza nézze. Miért nem lettem boldog, ezt a titkot semmi meg nem magyarázom. Valahol az ember mindig elbázom. Lehet mondani éneket. Lassú boró szívvel magamra maradtam. Ami hozzám hű volt, azt én kigazagtam. Miért van az, hogy szívünk azért dobog jobban, aki megalázol. Valahol az ember mindig elhibázol. Hamis lelkű lányok, azok jó barátok, ami elmúlt, elmúlt, mindent megbocsájtok. Aki ennyit átél, aki ennyit kár él, már csak fejét rázol. Valahol az ember mindig elhibázott. Aki ennyit átél, aki ennyi kár él, már csak fejét rázol. Valahol az ember mindig elhibázott. Szemet van magának, nincs ilyen a világon senki másnak. A szívem úgy dobog, mikor látom, meghalom egy csókjáért gyöngy virágon. Tartós lesz.
nem kell másik, ami élünk. Haragszik az édesanyám, hogy én megházasodtam, hogy én az ő udvarában ilyen szegény lánykoztam. Szegény a lány, édesanyám, de gazdag a szerelme. Százszor fölnél többet ér a kacsinkató fekete szeme. Szegény a lány, édesanyám, de gazdag a szerelme. Százszor fölnél többet ér a kacsinkató fekete szeme. Ha bemegyek a kocsmába, rávágok az asztalra. Azt kérdezi a kocsmára, sör kell-e vagy pálinka? Sör előttem, kor előttem, karjaimban kicsike babám. A hátam mögött egy budapesti cigán, gondol a kocsikám. Sör előttem, kor előttem, karjaimban kicsike babám. A hátam mögött egy budapesti egy pillanat türelmet kérek, szót kérek. Szeretettel köszöntünk Márkosica a 10. jubileumi évfordulón alkalmából. Köszönjük a sok munkát, amit belénk áldoztál, vagy áldoztál, és köszönjük és tovább, és reméljük, hogy egyben fogunk tudni dolgozni. Fogad szeretettel a csoportot. Megmondtam már ezt a kislány nevet.
azokkal nem bemutatkoztunk, mert azon már régen túl vagyunk, de ezzel a kis műsorral szerettük volna tartalmasabbá, szebbé tenni ezt a, mondhatom, amúgy is szép, legalábbis mi nagyon úgy készültünk, hogy nagyon szép legyen, örömteli legyen ez a délután, méltó legyen az ünnepséghez. Szeretnénk, hogyha minden kedves vendég így érezné, most már végeztünk a műsorral. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat. Azt hiszem, hogy azóta meghozta, megjött a birkapörkölt is, és itt ezen az ajtón kimegyünk, és önkiszolgáló, svédasztalos ellátás van. Minden vendég érezze magát otthon, és szedjen, és eljen, és